nagyon-nagyon jellemző rá, hogy a napi foglalatosságai közé tartozott, hogy lesétált a várbörtönbe, és az ott fogvatartottakat saját kezüleg kínoszta, illetve ölte meg. A korabeli leírások szerint nagyon sokszor bokáig tocsogott a vérben, miközben habzó szájjal vihogott a szenvedő emberek látványán, tehát valóban elmebeteg volt, mindenféle leírás alapján ez tanúsítható. Kérem szépen, egy újabb parádés történelmi előadáson vagyunk túl, Takács Katalin prezentálásában. A téma Rettegett Iván ténykedése már előzetesen is kiérdemelte a 18-as karikát. Nem is ért minket meglepetés, mert hamar kiderült, hogy a középkori Moszkvában barkácsboltosnak és kisállatkereskedőnek lenni igen előnyös volt, bojárnak lenni már annál kevésbé. Iván a 8 éves gyereket és Süketnéma öcsét tulajdonképpen rabságban tartják. Alig adnak nekik enni, időnként jól elverik őket, éheznek, fáznak, ruhát alig kapnak, tehát nagyon tragikus a gyerekkora. Nagy valószínűséggel ezek közrejátszhattak abban, hogy mentálisan megsérült. Ugyanis a leírások szerint már gyerekkorában a legkedvencebb foglalkozása az volt, hogy a toronyból kis állatokat dobált ki, és a testük puffanása és halála kélyes, mámoros örömet okozott számára. Gyakran előfordult a leírások szerint, hogy minden ok nélkül dűrohamot kapott, habzott a szája, tépte a haját, majd később teljes kataton állapotba került, volt úgy, hogy napokig nem szólalt meg, csak maga elé merett. Nem tudjuk, hogy mennyire befolyásolta a mostoha körülmény azt, hogy mentálisan sérült, de az biztos, hogy használni nem használt. Miközben a sok rettenetet hallhattuk, amit ez a véreskezű zsarnok rettegett Iván a népével, sőt családtagjaival szemben elkövetett, azért kiderült az is, hogy ez a nagyformátumú uralkodó, ha éppen nem gyilkolászott, akkor könyvtárat alapított, modern hadsereget épített, hatalmas területeket hódított meg, és úgy nagy vonalakban lefektette egy világhatalom alapjait is. Nem csak reformokat hajtott végre, nem csak területileg növeli meg majd ebben az időben Iván Oroszországot, hanem a kultúrára is óriási hangsúlyt fektet. Már az apja, harmadik Iván is hatalmas könyvtárat hozott létre. Szeretett olvasni, és ezt valószínűleg a fia is örökölhette, hiszen amikor lehetősége volt rá, bővítette ezt a könyvtárat. A leírások szerint a világ egyik legnagyobb és legtartalmasabb könyvtára volt ebben az időben Oroszországban. Ennyi rettenet és izgalom után nem csodálkozhatunk, hogy a rettegett uralkodó alakjával művészek egész sora foglalkozott, sőt, igazi rajongója is akadt ténykedésének, aki borzalmakban és a legyilkoltak számában sokszorosan fölülmúlja majd. Annyira rettenetes emlékek maradtak hosszú évszázadokon át hagyományozódott gyerekről gyerekre, hogy milyen rossz uralkodó volt ő, hogy egyszerűen a feledés homályába merült. Egészen addig, ami Sztálin hatalomra nem került.